A valódi versenyek szüneteltetésével megkapta a régóta várt Rivalda fényt az e-sport, és az is kitűnt, milyen eredményesek a magyarok a szimulátoros műfajban. A virtuális F1-ben Bereznai Dánielre figyel a közönség, a VTCR hivatalos e-sport bajnoksága pedig hemzseg az eredményes magyar résztvevőktől. Nem ritka, hogy 4-5-en is küzdenek az első 10 helyen. A virtuális túrautózás egyik nagy ágyúja Báldi Gergő. Őt kértük meg arra, hogy mutassa be a sorozatot, valamint segítsen eligazodni a virtuális versenyzés térképén. Igen, hát ugye a VTCR az már 2017 óta rendezi ezt a bajnokságot, akkor meg ugye a VTTC volt. Tehát 2017 óta rendezik ezt az e-sportos bajnokságot, és idén ugye, mivel a valós széria az szünetetette van úgymond, ezért a valós pilótákat is meghívták, hogy versenyezzenek velünk, és így mindig 10 VIP pilóta van, akikkel a legjobb 20 versenyezhet, akik a prekvalifikáció során a legjobb 20-ba kerülnek. Ők kapnak ugye meghívást az első szerverre, és így alakult ki ez a 30 fős mezőny, aki ott versenyzik. És úgy alakult most eddig ez a szezon, hogy vezetem az összetettet 4 ponttal a szezon záró előtt, úgyhogy már nagyon kész vagyok, és nagyon várom a Sepangi Trofeót. Szerintem bizonyos szintig össze lehet engedni, viszont kellnek bizonyos megszólítások, mint az e-sportosoknak, hogy a tapasztalati előnyt azt minél jobban eltüntessék, és ezt itt az e-sport VTCR szériában nagyon jól csinálják, mivel fix beállításokkal megyünk, tehát a tavalyi évad során kitapasztalt beállítási módosítások, azok nem jelentenek magunk előnyt. Valamint most lett egy új gumifizika is, tehát szinte teljesen nulláról indultunk mi is, amikor most az idei év elején megkezdtük a gyakorlást és készült. Tehát ez így tök jó, olyan helyzetbe hozta a valós pilótákat is, hogyha sokat gyakorolnak, akkor ott tudnak lenni a legjobb a tempóján, ami látszott is nincs, hiszen a Kerieriben nagyon jót meccseltünk, de akár előtte is Szlovákia ringen, amikor mi a Snowball gyakoroltuk, akkor ősöngőket ment így, hát szinte visszaugorva a szimulátorozásba, hiszen nagyon régen szimulátorozott. Tehát ilyen nagyon hosszú kihagyás után ott az egyben a mi tempónkban, ami hát igen, tudjuk, hogy nagyon, nagyon tehetséges Norbi, és hát mennyire jól megy, viszont ilyen sok kihagyás után így visszatérni, az elég impresszív volt. Igen, nagyon jól ment, és nagyon rákészült egyébként a Ningbói verseny, tehát láttuk, hogy folyamatosan körözött, és mindig gyakorolt, és olyan trükköket is észrevett egyébként, amit mi nem, amiatt igazából nagyon mérges is voltam, viszont ugye ott az első kanyarban volt egy olyan hely, ahol ki lehetett így célosítani a pályán kívül menni, és ugyebár a szabályzat azzal megfogalmazva, hogy amit a játék enged, azt szabad használni, és ezt tök jó kihasználta, és ezzel is látszik, hogy mennyire komolyan vette a készülést, és mennyire összetette magát. A VTCR tavalyi online bajnoka a nemzetközi megmérettetés mellett egy magyar versenyre is összpontosít, a Hungaroring e-sport bajnokságára. Az 5 fordulóból álló sorozat kvalifikációján több ezren indultak, mivel a fődíj minden szimulátorozó álma egy igazi versenyzési lehetőség. Hát ez a Hungaroring e-sport bajnokság egy kizárólag magyar résztvevőnek indult bajnokság, és a szezon végén a legjobb 5 pilóta közül egy fizikai és egy elméleti felmérő után választják ki azt az egyet, aki a Miramotorsport színeiben versenyezhet a következő szezonban. És tényleg ez egy nagyon jó kezdeményezés, és amikor ez összeállt teljesen, és be lett jelentve, akkor így, ja, igazából fel se fogtam még, hogy ez mekkora lépés, és hogy ez mekkora lökést adhat valakinek a karrierjében, úgymond. Ugye az 5 fordulóba áll ez a bajnokság, a Hungaroringen kezdődik, csütörtökön megyünk Monzába, 2 hét múlva Nordschleife, utána Sepang és ismét a Hungaroring, és így fog összeállni a legjobb 5-nek a névsora, és tényleg nagyon kemény mezőn van, már jöttek a Forma 1-es szoftverből is, jöttek a Gran Turismo-sok is, R-Faktor 2-sök is, szóval tényleg szerintem ez a legerősebb magyar mezőn, ami valaha a szimulátornak bajnokságban volt. Gyakorlatilag mindegyik világsorozat elindította saját virtuális bajnokságát, amelyik számít. A legnagyobb publicitást a Forma 1-es széria kapja, de online futamokat tart a Formula E, az IndyCar és a NASCAR is.
A legszínvonalasabb sorozat azonban Báldi Gergő szerint talán némi meglepetésre nem ezek egyike. Én a múltkor belepillantottam a Supercast-nak az e-sport bajnokságába, és ott már külső szemben is annyira látszott, hogy tényleg az miten vannak. Lando Norris oda beugrott, mint vendégpilóta, és ő ugye nagyon sokat iRacingezik, nagyon sokat szimulátorozik, de főleg iRacingezik nagyon sokat. És ő is messze volt az elsőktől. Tehát ez is azt mutatja, hogy ők ott, a pilóták is, és a szervezők is annyira komolyan veszik, mintha a tényleg egy valós bajnokság lenne. És éppen emiatt szerintem az az egyik legerősebb olyan széria most, ahol a valós pilóták mennek.